Látom, egy jó páran nem értik Csobot Kevin keret tagságát. Először én se értettem, de aztán elgondolkodtam egy kicsit. Ha most tényleg csak valaki az Újpest eredményei alapján próbálja megítélni a Csobot Kevinnek a támadó játékát, az azt gondolom, hogy nem érti meg a Rosszinak a gondolkodásmódját. Abban biztos, hogy megegyezhetünk mindannyian, hogy lehet, hogy voltak számunkra megkérdőjelezhető döntései a Rosszinak, de végül mindig neki lett igaza. És ez tulajdonképpen azért van, mert ő ért hozzá. Ez az elmúlt 30-40 évben a szövetségi kapitányokkal kapcsolatban nem nagyon volt így. Tehát mi, magyar szurkolók, azt gondolom, hogy nem nagyon vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egy szövetségi kapitány jobban látja nálunk a dolgokat, de hát ezt, mint tudjuk, 10 millió vagy esetleg 9,5 millió szövetségi kapitány országaként most már szerintem tudomásul kell vennünk, hogy van egy pali, aki biztos, hogy jobban ért hozzá mindannyiunknál, az pedig a Marco Rossi. Szerintem bizonyított már éppen eleget. Emlékeztek, amikor a Szalai Attila volt egy kicsit olyan helyzetben, hogy megkérdőjelezhető volt a tagsága, azért mégis megtalálta neki a helyét. Biztos vagyok benne, hogy Rossi olyan dolgokat lát a Csobot Kevinben, amiket mi nem. Tehát én egyszerű szurkolóként azt látom, hogy ez a Csobot Kevin borzasztóan kilógott az Újpestből, mert mindenféleképpen megvan benne a sebesség, ami az egyik legfontosabb dolog a Rossi-féle válogatottban. Biztos vagyok benne, hogy ő megtalálja vele a hangot, mert azon ritka edzők egyike, aki tud bánni az emberekkel, ami sajnos eddig nem nagyon volt jellemző a magyar bajnokságban a magyar edzőkkel, de a magyar bajnokságban pallérozódó külföldi edzőkre sem volt az igazán jellemző. Most azért szerencsére vannak üdítő kivételek, mint a Videótonnál vagy a Lokinál. De azt gondolom, hogy az az eredmény, amit az Újpest elért Mészői Gézával, nem akarom őt szegényt bántani, de valószínű, hogy a képességei behatárolják, és egy képzettebb edző valószínűleg jobb helyre be tudta volna hozni az Újpestet, de erről most tulajdonképpen fölösleges is vitatkozni, mert bennmaradtak az első osztályban, a minimum célt elérték, ami miatt tulajdonképpen a Mészői Géza leváltotta a Vigneviccset, de azt gondolom, hogy mondjuk egy Rossi lett volna a padon Újpesten, akkor nagy valószínűséggel előrébb végeztek volna a bajnoki tabellán. Látjuk, a Kispesttel is Isten igazából csodát művelt, azzal az egyszerű kerettel bajnokságot tudott nyerni. Minden bizonnyal ugyanígy van egy pár játékos, itt a Gazdagnak a beválogatása, vagy esetleg most megint egy kicsit, aki háttérbe szorult, Szalai Attila az ő beválogatásával is. Biztos vagyok benne, hogy ugye ez egy ilyen pedagógiai jelzés a játékosnak, hogy igenis látják, hogy vannak értékei, és egy kicsit üzenet azoknak az edzőknek, akik nem tudták kihozni a képességeiket ezekből a játékosokból. Hát mondjuk a Vigneviccsből szerintem teljesen fölösleges bármit is gondolni, de azt gondolom, egy kicsit a Mésző Gézának a kritikája az, hogy azért csak a csapatából tudott egy válogatott játékost a csapathoz irányítani a Rossi. Ugye biztos vagyok benne, hogy nem azok motiválják, mint a rossz nyelvek szerint a régebbi szövetségi kapitányokat, hogy játékos ügynökök esetleg próbáltak nyomást helyezni a szövetségi kapitányra, hogy így próbálják a játékosnak az értékét felemelni, és az esetleges szerződéseknél mondjuk egy pár nullával többet hozzátenni a szerződéshez. Abban szinte teljesen biztos vagyok, a Rossit most más nem motiválja, csak hogy minél sikeresebb legyen a magyar válogatott, és azok a játékosok, akik a gondjaira vannak bízva itt a válogatotton belül, egy kicsi plusz motivációt is kapjanak azzal, hogy meghívót kaptak a válogatottba. Így vagyok ezzel a Vécseinél is, így vagyok ezzel a Csobotnál és a Szalai Attilánál. Ezek mindenféleképpen pozitív üzenetek a játékosoknak is, hogy látják azt, hogy vannak értékeik, és nincsenek helyén kezelve egyelőre. Érdekesnek tartottam, hogy a Vécsei Bálint is
a Pakshoz tudott tulajdonképpen csak leszerződni. Azt gondolom, hogy azért lett volna neki helye más magyar csapatnál is. A Ferencvárosnál egyetlen egy dolog az, ami szerintem őt hátráltatta, mégpedig az a sebesség, ami nincs meg benne. Tehát az biztos, hogy egy labdaügyes játékos, stratégiailag jól föl van készítve, taktikailag biztos, hogy betartja a taktikai fegyelmet, de azt gondolom, hogy az a sebesség, amit elvárt tőle a Ferencváros mindenkori edzője, az nincs meg benne. Lehet, hogy most ki tudja, hogy ki fog érkezni, akkor ez most így meg lenne, de azt gondolom, hogy mivel már komolyabb üzletet nem lehetett várni az ő értékesítésétől, ezért azt a megoldást választották, hogy szépen elváltak az útjaik. Tehát Csobot Kevinre visszatérve azt gondolom, hogy jó döntést hozott a szövetségi kapitány. Mert biztos vagyok benne, hogyha egy olyan edző fog érkezni az Újpesthez, aki helyén tudja kezelni a játékosait, és egy játékos keretet eközé a fiatal játékosok köré tud majd építeni, akkor biztos vagyok benne, hogy plusz motivációval fognak a pályára lépni. Nagyon nehéz dolog lesz most Újpesten fölépíteni bármit is, az előző videóban is pont velük foglalkoztam, de abban is szinte biztos vagyok, hogyha akár csak egy jó fél szezonja lesz az Európa-bajnokság után a Csobot Kevinnek, és esetleg lesznek majd játékpercei az EB-n, akkor minden bizonnyal egy komoly értékesítési potenciál van benne. Jobb lenne mondjuk, hogyha most már eddig kitartott az Újpest mellett, akkor legalább ezt a szezont végig tolná, és egy kicsi minőség emelést végezne a csapaton, mert az biztos, hogy most nagyon nagy szükség van rá, de mint egyéni karrier szempontjából, viszont neki a magyar labdarúgás szempontjából jobb lenne, hogyha csapatot tudna váltani, és egy olyan csapatban játszana, ami az ő képességeit ki tudja használni. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon most talán csak a videóton lenne egy pici előrelépés a számára. A Ferencvárosban egyszerűen biztos vagyok benne, hogy meg se fordult a fejükben, hogy leigazolják a történelmi hagyományok miatt, de azt gondolom, hogyha egy osztrák vagy egy Bundesliga alsóbb osztályú csapatnál meg tudná magát próbálni, akkor szakmailag is előre tudna lépni. Tehát én abszolút bízom a Rossi döntésében, és nincsenek is kétségeim afelől, hogy a magyar labdarúgás érdekeit szolgálja az összes döntése. Hát én azt gondolom, hogy akik most statisztikákat bámulnak azzal kapcsolatban, hogy a Csobot Kevin megérdemli a válogatottságot, vagy nem, én azt gondolom, hogy ezt bízzuk most a Rosszira. Én is nagy kritikus szoktam lenni a szövetségi kapitányoknak, a klubedzőknek, bárkinek, de azt gondolom, hogy most tényleg bízzunk meg a Rossziban. Várjuk ki a végét, és még mielőtt bármi történne, azért ne kezdjük el a negatív kritikákat, hogy most mit keresít, mert ez meg mit keresít, mert akkor ezzel kapcsolatban azért biztos, hogy sok játékossal kapcsolatban lehetne olyan érveket felhozni, hogy neki mi keresni való olyan válogatottban. Tehát csak azért nem fogom megutálni, csak azért nem fogom kritikai éllel illetni, mert az Újpestnek a játékosa. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy már ezt a kis videót meg fogom bánni, de én azt gondolom, hogy feltétel nélkül hiszek a Rossi értékítéletében, az ő szakmaiságában, és abban, hogy mindenféleképpen a magyar válogatott legjobbját akarja. Ez az ő karrierje szempontjából sem mindegy, a magyar labdarúgásban meg egyértelműnek tartom, hogy csak jót akar, csak előrelépést akar, csak fejlődést akar, és ha ennek ez az ára, hogy egy Csobot Kevin válogatott, akkor legyen így. Ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hajrá magyar foci, hajrá Rossi, bízom benned. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!